Akik rendszeresen figyelnek minket, számukra nem lesz új a hír, hogy megszűnt az előzetes letartóztatás időtartamának felső korlátja a súlyos bűncselekmények esetében. Gerő Tamás ügyvéd a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja a kormányzat, hogy hát ez voltak éppen így van a világ számos országában, és nincs ebben semmi extra, legfeljebb végre megléptük. Az ügyvédi közösség jó néhány megszólaló személye pedig azt mondja, hogy hát egy frászt, hát ez nem egészen így van, ilyet nem lehet csinálni. Ő melyik álláspontot véli igaznak? Ez a jogszabály úgy gondolom, hogy tartalmilag és formailag is pontatlan, illetve kifogásolható. A indokolása az hiányos, és a hazai és a nemzetközi joggal is ellentétes. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az a gyakorlata, hogy 3 éven túli előzetes letartóztatásnál vizsgálják, hogy mennyire alapos ez a kényszerintézkedés, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy pártatlan és független, tisztességes, nyilvános tárgyaláson észszerű időn belül hozzanak határozatot. No, de az, hogy mi az észszerű idő, azt nyilván a vizsgálati időtartama is befolyásolja. Azt miért nem lehet gyorsítani? Vagy miért nem lehet azt csinálni, és ez is felmerült itt az elmúlt napokban, mint oly sok országban történik, hogy a bíróságon tessék szíveskedni az ügyészségnek bizonyítani, és nem egy előzetes eljárásban, ami lehet, hogy évekig eltart. Igen, a bíróságoknál egyébként számos ponton már tartalmaz olyan könnyítéseket az eljárás, hogy a tanúkat már nem kell feltétlenül meghallgatni, elég, hogyha ismeredik a vallomásaikat, vagy például elég, hogyha a lényegét megjelöli a bíró, ez több vádlottas ügyekben jelentősen elhúzhatja az eljárást. Úgy gondolom, hogy most a jogalkotó nem várta ki azt, hogy a bíróság ezeket az új jogszabályokat, az új eljárást gyorsító jogszabályokat hogyan alkalmazza, hanem hozott egy gyors, talán meggondolatlan döntést, és ezt azzal indokolta, hogy más országokban is így van. De nem egészen így van, mert más országokban azért vannak garanciák. A törvény indokolása 5 országot sorol fel, Németország, Lengyelország, Svédország, Románia és Írország. Németországnál azt látjuk, hogy a 6 hónap az előzetes elrendelése alapesetben, és abban az esetben lehet meghosszabbítani, hogyha a nyomozás nagyon bonyolult, nehéz és terjedelmes, ezt a magyar jogszabály nem írja elő. A német államot is gyakran megbüntetik ugyanakkor, az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítésre kötelezi, abban az esetben, hogyha túlzottan elhúzódnak az előzetes letartóztatás időtartama, és egyéb problémák is vannak ott is, például az, hogy Magyarországon is a nyomozás irataiba a védelem és a terhelt nem tekinthet be, csak az irat ismertetéskor, tehát amikor a nyomozást lezárják. A Németországban például ezzel kapcsolatban vannak jelentős reformok, és sokszor ugye az előzetes letartóztatást egyfajta nyomásgyakorlásra is használják, hogy így a beismerő vallomást könnyebben lehet elérni a nyomozóhatóság. Hát az az állítás igaz, hogy máshol is van ilyen, csak nem így, ahogy nálunk. Akkor én hadd kérdezek vissza még egyszer, hogy nem az lenne a logikus, hogy mondjuk egyszer kelljen valakinek a bűnösségét bizonyítani? Mert ugye most az történik, hogy az ügyészség is összegyűjteti a nyomozóhatósággal, sőt, önmaga is nyomozóhatóságként gyűjti a bizonyítékokat, majd átadja a bíróságnak, de már gyakorlatilag bizonyított. Kerül oda, és a bíróság még egyszer lefolytatja ugyanezt. Sokszor kétszer folytatják le ugyanazt az eljárást, a nyomozati szakban viszont nincs meg a fegyverek egyenlőségének az elve nem érvényesül, hiszen a védelem csak korlátozott információkat kap. A bíróságon pedig gyakorlatilag az előzetes letartóztatást 6 havonta vizsgálják felül. Csak hogy gyorsan még a lengyel példát is elmondjam, ott is rendszeresen az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítésre kötelezi az államot, hiszen sokszor automatikusan elrendelik ügyészi kérésre a bíróságok, tehát több mint 90%-ban. Túlzsúfoltak a börtönök, ahogy Magyarországon is. Magyarországon körülbelül 140%-kal több elítélt tartózkodik a BV intézetekben, és Lengyelországban azért is időnként kártérítésre kötelezik az államot, mert a védelem jogát korlátozzák, például az első 14 napban a nyomozó jelen lehet a
terhelt és a védő megbeszélése. Magyarán bonyolultabb ez a képlet, mint hogy most a magyar politika ezt próbálja az áruktői esetből levezetni. Sokkal bonyolultabb. Svédországgal kapcsolatban röviden ott 14 napon belül, hogyha nem hallgatják meg a... nem történik eljárási cselekmény, akkor meg kell hallgatni a terhelteket. Romániában, hogyha a fele büntetés, kiszabható fele büntetést letöltik, akkor szabadon kell engedni az előzetesben tartottakat, illetve hát Írországot pedig nem is értem, hogy miért hozzák példaként, hiszen az egy egészen más jogrendszer. Az angol száz jogrend, az másról szól. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.